Nézd oda, és nem látod a madarat. Nézd oda, látod. De állj meg, áll arra, mert nekünk jönnek. Értem? A fácán az egyik legbutább, pont az előbbi körön beszéltem róla, érted? Elütötted volna. Hova néztél? Mondjad. Azt hittem, hogy nem jön elém. Hát már régen előttünk volt, azt még akkor se fékeztél. Nem áll meg, hogy elengedjen. Hát ez ugyanolyan buta, mint a gyalogosok nagy része, értem? Szaladgálnak elébünk. Hát ez a baj, nekem kell fékezni. Összetöri a hűtőrácsot, minden a fácán, meg a vadgalamb, az a két legbutább állat, mert biztos, hogy mindig elébünk repül, értem? Sose ellenkezőleg repül, mint egy varjú, hanem pont, ha az út jobb szélén van, balra repül, ha bal szélén van, meg jobbra repül, érted? Már mikor az előbb elmentünk, itt már tudtam, hogy elébünk fog jönni, már tudtam, és beszéltem is neked róla. És akkor ütöd el, betöri az ablakot, 50 ezer forint, értem? Betöri a hűtőrácsot, meg a klímahűtőt, 200 ezer forint, értem? Tessék ezt jobban szem előtt tartani, és ezért kell az árok szélét nézni folyamatosan vezetés közben, hogy van-e ott valami vad. Lehet az vaddisznó, őz, fácán, vadgalom, értem? Tessék pásztázni a szemünkkel, a látottakat. Na, hát ez egy példaértékű videó volt, és ha most rajtad volnott volna, kinyifant volna madár. Értem? És meg is büntetne a vadtársaság, mert nem annak megfelelően sebességgel hajtottál, hogy ez az ütközés, vagy gázolás legyen elkerülve. Na, köszönöm a figyelmet!